Nézzünk meg egy mintapéldát a lineáris függetlenség vizsgálatára. Meg kell határoznunk, hogy lineárisan összefüggők-e az O1, O2 és O3 vektorok. Mindegyik négy komponensű vektor, azaz a négydimenziós vektortérből lettek kiválasztva. Ha a dimenzió számnál kevesebb a vektorok száma, akkor van elvi lehetőség a függetlenségre, majd a későbbiekből látni fogod, hogyha több vektor van, mint ahány dimenzió, akkor összefüggők a vektorok. Most három vektor van, a négydimenziós vektortérből van értelme vizsgálni a függetlenséget. Azt nézzük meg, hogy a null vektort hogyan lehet felírni a vektorok lineáris kombinációjaként. Ha lehet zérustól különböző konstansokkal is egyenlőséget elérni, akkor összefüggők a vektorok, de ha alfa 1, alfa 2 és alfa 3 is nulla az egyenlőség teljesítéséhez, akkor lineárisan független a három vektor. A felírt egyenletbe behelyettesíthetjük az ismert vektorokat, de alapvetően érdemes lesz egyenletrendszerként keresni a megoldásokat. A négy komponensre felírt négy egyenletet szeretnénk megoldani. Alfa 1 plusz 2 alfa 2 egyenlő nullával, alfa 1 plusz alfa 3 is egyenlő nullával, 3 alfa 2 egyenlő nullával, valamint alfa 1 plusz alfa 2 plusz 5 alfa 3 is egyenlő nullával. Szépen egyenletenként érdemes végighaladni. Ha van olyan paraméter, ami adódik, akkor írjuk fel az értékét annak, ha nincs, akkor pedig kezdjük el egymással kifejezni a paramétereket. Most az alfa 2 értéke adódik rögtön. A harmadik egyenlet csak úgy teljesülhet, ha az alfa 2 szorzó tényező zérus. Ezzel a többi egyenlet is nagyot egyszerűsödik. Az első egyenletből kifejezhető, hogy alfa 1 egyenlő mínusz 2 alfa 2-vel, de mivel az nullával egyenlő, ezért alfa 1 is egyenlő nullával. A második egyenletből pedig kifejezhető, hogy alfa 3 egyenlő mínusz alfa 1-jel, így alfa 3-nak is nullával kell egyenlőnek lennie. Tehát mindhárom paraméter szükségszerűen nullával egyenlő, különben nem teljesül az első három egyenlet. Ez a megoldás persze megfelel a negyedik egyenlethez is, csupa nulla összegeként megkapjuk ott is a nullát. Tehát találtunk pontosan egy megoldást az egyenletrendszerre, de ez a triviális megoldás. Minden együttható zérus, tehát lineárisan független az adott vektorrendszer, a lineáris függetlenség definíciójának megfelelően.